A sumer népen és államokon kívül két másik mezopotámiai civilizációról érdemes tudnunk, akik az időszámításunk előtti harmadik évezred végén és a második évezred első felében egész mezopotámiát elfoglalták, és az ott élőket egy birodalom alatt egyesítették. Az első ilyen civilizáció az akkádok voltak, akik a sumerekhez képest éjszakabbra éltek, távol a folyók torkolatától, amely terület az öntözéses földművelés miatt elszikesedett, és ezáltal a sumerek hanyatlását okozta. Az akkádok az időszámításunk előtti harmadik évezred második felében települtek le Mezopotámiában, az előttük a hegyekben éltek nomád életmódot folytatva. A sumerek hanyatlását kihasználva új városokat alapítottak, majd egészen jól szervezett társadalmat hoztak létre. Az első évtizedekben az Akkádok fővárosa Agade volt, majd később az újonnan épített és nehezen megegyezhető nevű Akkád városa lett a főváros. Ezen kívül fontosabb települések voltak Kis és Nippur városai is. Királyuk Sarukín képes volt mezopotámia egyesítésére is viszonylag békés módon a sumerok és az akkádok békésen éltek együtt, közös együttélésük kulturálisan hasznos volt mindkét nép számára. Az akkádok az akkorra már írott sumer nyelvet is átvették, de később a saját sémi nyelvük, amelyel egy csoportba tartoznak az arab és héber nyelvekkel lett az úgynevezett hivatalos nyelv, aminek a saját, a sumerhoz hasonló írásrendszere is lett. Az időszámításunk előtti 22. században azonban a sumerekhez hasonlóan valószínűleg szárasság, és az ebből következő éhínségek miatt lehanyatlott az akár civilizáció, és helyüket a babilóniaiak vették át. Az alábbi térképen látható, hogy mennyire közel volt egymáshoz ez a három civilizáció. A nyél pedig azt mutatja, hogy az akkádokhoz hasonlóan a babilóniaiak is a Zagrosz hegységből érkező nomád nép voltak, amely először egy kis város hozott létre az akkád birodalmon belül. Ez a város Babilon volt. A babilóniaiakkal nem csak a történelem könyvekben, hanem a Bibliában is találkozhatunk. A héber elnevezés Bábel, a Biblia ószövetségében is visszaköszön de a bibliai Babilon egy későbbi időszámításunk előtt első évezredben virágzó államra, az új babiloni birodalomra utal. Ezzel szemben az ó-babiloni birodalom az időszámításunk előtti 18. században emelkedett fel azáltal, hogy jó államszervezetének köszönhetően sikerült ellátniuk lakosaikat élelemmel az éhénységek idején is. A babilóniai királyok pedig már ebben az évszázadban a térség legerősebb államává tették Babilont, és egyesítették Mezopotámiát is. Kiemelkedő uralkodójuk, Hammurapi, pedig a kor legjelentősebb törvénykönyvét állította össze, amely előszabában azt állítja, hogy őt Marduk, a babiloni főisten, küldte, hogy törvényeivel igazságot szolgáltathasson. Hamurapi törvénykönyvben a korszak talán legfontosabb írásos alkotása, amelynek részei másfél évezreddel később a Bibliában is visszaköszöntek. A kor történetéhez hűen a babiloni állam szárasság és éhínségek miatt hanyatlott le az időszámításunk előtti 17.-16. században. Viszont lenne egy kérdésem a következő óráig. Miért nem sikerülhetett egyik államnak sem, sem az akkádoknak, sem a babilóniaiaknak sem tovább fennmaradni a pár száz évnél? Vajon csak a szárasság volt ennek az oka, vagy lehetett más oka is?